Sziasztok, Császár Szabolcs vagyok, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogy hogyan készítem a YouTube videóimat az ötlettől egészen a megvalósításig és a vágásig. Már több mint 2 éve rendszeresen osztok meg veletek tartalmat, és szerintem sikerült egy elég hatékony és gyors workflow-t kialakítanom, aminek köszönhetően heti rendszerességgel tudok videókat készíteni ide YouTube-ra. Úgyhogy vágjunk is bele, és kezdjük a legelején. A legelső dolog az maga az ötlet, ami általában az egyik legnehezebb rész, hiszen szeretnék olyan videókat csinálni, amit egyrésztről szívesen készítek, másrészt olyanokat, amiket nektek is érdemes és izgalmas nézni. Általában van pár téma a fejemben, de gyakran inspirálódom az általatok írt kommentekből, és van, hogy Instán konkrétan meg is kérdezem, mire lennétek kíváncsiak. Miután megvan a videó ötlet, utána következik a vázlat vagy a script írás. Általában ez a rész a leghosszadalmasabb mind közül, hiszen ilyenkor gondolom végig és írom le, hogy pontosan mi szerepeljen az adott videóban. Van, hogy csak vázlatszerűen pontokba foglalom a témát, de mostanában inkább szóról szóra leírom a szöveget, mert egyrészt így sokkal pontosabban és precízebben meg tudom fogalmazni a mondandómat, másrészt baromi sok időt spórolok az utómunka és a vágás résznél, hiszen így sokkal kevesebbet rontok és kevesebb részt kell kivágni. Miután elkészült a script, utána szépen felveszem a stúdiómban az árolt, ami csak a szöveg elmondásából áll. Amióta megépítettem a stúdiót, azóta sokkal egyszerűbb minden, hiszen előre be van állítva az összes fény, hang, állvány, hogy tényleg csak le kelljen jönnöm, és már vehetem is a videókat. Ami a felvételnél fontos, az az, hogy természetesen sugógépet használok, ezért írom meg előtte pontos scriptet, hiszen így csak fel kell olvasnom a szöveget, amit látok az objektív előtt. Erre egyébként egy ingyenes Elegant Teleprompter nevű alkalmazást használok, ahova könnyedén beimportálhatom a szöveget, és megtükrözve vetíti fel az üvegre az írást, hogy aztán én azt helyesen lássam. A telefonommal Bluetooth segítségével össze van kötve egy wireless vezérlő, amivel tudom irányítani a szöveget és egyénre tudom szabni a szöveg méretét és sebességét. A videókat a Sony Alpha A7-3-mal és a Sony 35mm-es 1.8-as optikával veszem fel 4K-ban HLG színprofilban. A hangot külön veszem fel egy Samsung C02-es mikrofonnal, amit egy Zoom H4N Pro rögzítőre kötök egy XLR kábel segítségével. A mikrofont a lehető legközelebb próbálom irányítani a számhoz, hogy a lehető legjobb hangminőséget kapjam, viszont már pont ne legyen benne a mikrofon a képben. Miután elindítottam a kép és hang rögzítését is, a felvételt egy tapssal indítom, hogy utólag könnyen össze tudja szinkronizálni a szoftver a kamerám hangját és a hangrögzítő által felvett hangot. Az árról felvétel után jöhet a vágás első része, beimportálom a felvett anyagot Premiere Pro-ba. Ezek után egymás alá rakom a kamera felvételét és a hangrögzítő felvételét, és összeszinkronizálom őket egy kattintással. A sikeres szinkronizáció után a kamera hangját törlöm, és összekapcsolom a kamera képét a külön hangsávval, illetve sztereó sávot készítek belőle. Így tehát van a timeline-on egy jó hanggal összekapcsolt kép, amin kezdődhet a vágás. Az első dolog, hogy a hangsávot nagyobbra állítom, hogy a waveformon lássam, hogy hol kell vágni, vagy hol rontottam éppen. Az árolt nagyon gyorsan meg tudom vágni, hiszen gyakorlatilag 3 gombot nyomok felváltva. Ahol elkezdődik egy jó rész, ott lenyomom a Q betűt, ami nekem a Ripple Trim Previous Edit to Playhead-re van állítva, ami annyit tesz, hogy levág minden anyagot az előtte lévő vágásig, onnantól számítva, ahol a vágósávunk van. Ezután teszek egy vágást a jó rész legvégére, és így megyek végig az anyagon. Megnézem, hol a következő jó rész eleje, ilyenkor szintén odaállítom a vágósávot, és lenyomom a Q betűt, így minden töröl az előző vágásig, és rögtön az előző vágáshoz helyezi az újat. Ha ráérzel, akkor ezzel a technikával baromi gyorsan tudsz haladni, és egy 10 perces videó árol részét szinte 10 perc alatt meg is tudod csinálni. Miután kész van a teljes árról vágat, azután végignézem a videót és kijegyzetelem az összes létező részt, ahova valamiféle vágóképet, vagyis b-rollt illeszthetnék be, hogy sokkal izgalmasabb és érdekesebb legyen a videó vizuálisan. Minél több vágóképet illesztünk be, annál kevésbé unatkozik a néző, és annál érdekesebb a videó. Miután megvan, hogy miről akarok vágóképeket készíteni, jöhet egy második felvételi kör, amikor elkészítem ezeket. Ezeket is témától függően vagy a stúdióban, vagy a szabadban veszem fel. Itt próbálok minél változatosabb és látványosabb képeket felvenni, amelyek vizuálisan mutatni fogják azt, amiről éppen beszélek a videóban.
Beimportálom a vágóképeket a Premiere-be, és kiválasztom a megfelelő felvételek megfelelő részeit, majd a helyes részre rakom, ahol éppen arról a dologról beszélek. Sokszor van, hogyha én nem tudok bizonyos vágóképeket megcsinálni, akkor az internetről más YouTube videókból vágok ki bizonyos részeket, amik passzolhatnak az általam mondottakhoz. Természetesen ilyenkor mindig megjelölöm a forrást, hogy látszódjon, ez nem az én anyagom. Ha végignézem a videót és úgy vélem elegendő vágókép van benne, akkor következik a fényelés és a hangutó munka. Ez a két folyamat nekem igazából két kattintás, hiszen ezek el vannak mentve preszetekben. Ha rendszeresen hasonló videókat csinál az ember, akkor nagyon fontos a hatékonyság és a gyorsaság. Ezért egyszer elmentettem egy fényelés és egy hangutó munka preszetet, és ezeket egy kattintással rakom rá a képre és a hangra. A fényelésben egyébként semmi extra nincs, egy picit kontrasztosabbra és melegebbre veszem a színeket. A hang preszetemben pedig csak egy kis kompresszor, EQ és zajszűrő van. Az utolsó fázisban jönnek a szövegek, és azok animációi, ha igényli a videó. Általában valaminek a felsorolásánál szoktam animált szövegeket alkalmazni, erre előre letöltött és megvásárolt animációkat használok, hiszen ez is meggyorsítja a folyamatot. Miután a szövegek és a feliratok is megvannak, utána jöhet az outro beillesztése, amit szimplán a vágat végére rakok. A legvégén jöhet a háttérzene, amit én szeretek nagyon halkra rakni, hogy ne vonja el a figyelmet, így a zenék általában olyan mínusz 30 decibelen mennek. A zenéket egyébként a MusicBed-ről szerzem, ahova már a második éve elő vagyok fizetve, nagyon szeretem az oldalukat, gyorsan meg tudom találni a számomra megfelelő zenét. A legeslegutolsó simítás jegyében pedig szoktam egy exponential fade-et rakni az összes hang közé két képkocka erejéig, hogy az esetleges pukkanásokat, hangok közti váltásnál megjelenő recsegéseket kiszűrjem. Ezt a legkönnyebben úgy lehet megcsinálni, hogy kijelölöm a default transitionnek az exponential fade-et, és az összes beszédhangomat kijelölve a sequence menüpont alatt rákattintok az apply default transition to selectionre, így rákerül az egész hanganyagra ez az effekt. Ezek után már csak kijelölöm az egész anyagot, nyomok egy Ctrl-M-et, és a megfelelő beállításokkal 4K-ban, H264-es MP4-ben exportálom az anyagot, és mehet is fel YouTube-ra az elkészült videó. Úgyhogy ennyi, ahogy látjátok, elég sok részből áll egy ilyen videó elkészítése, baromi időigényes, és mindenképpen kell egyfajta türelem hozzá. Viszont a végeredménnyel remélhetőleg sokatoknak tudok segíteni, vagy információt nyújtani, netán szórakoztatni. Igazából szerintem minden egyes részt elég aprólékosan átvettünk, úgyhogy itt az ideje, hogy elköszönjek. Remélem érdekes volt számotokra kicsit belátni, hogy mi az én workflow-m az ilyen videók elkészítésében. Remélhetőleg tanultatok is belőle valamit, amit korábban nem használtatok akár. Szóval, ha tetszett a videó, akkor mindenképpen jelez nekem ezt egy like formájában, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le a következő videókról, nyomd meg a harangot, hogy kapj értesítést, amint új tartalmat töltök fel, és találkozunk a következő videóban, addig is nagyon vigyázzatok magatokra, sziasztok!